Hát annyira kimerült voltam, hogy szóval nekem egy nagyon nagy felengedés volt az, amikor végre a premier megtörtént, és utána már csak a kimerültségben voltam, és ehhez még akkor plusz ez egy elég nagy stressz is volt, tehát szóval most még úgy nagyon örülni nem tudok egyelőre, nem fogom föl, de hát egy nagyon nagy dolog azért. Szerintem ezt csak később fogom érezni a hatását. A német értelmiség az egyöntetűen nagyon gratulált, és egy nagyon-nagyon jól fogadták itt a berlini barátaim is, és hát olyan nok is, akiket nem ismerek, szóval nagyon-nagyon jól fogadtak, és rengeteg interjút adtam. Igen, volt egy nap, az még a díjátadó előtti nap, amikor reggel 9-től este 10-ig folyamatosan interjúkat adtam a brazil tévétől kezdve a venezuelai HBO-ig. Minden volt. És ez persze nagyon kimerítő. Én nem vagyok ehhez hozzászokva, szóval ezt itt vannak olyanok, akik ebben már nagyon rutinosak, de azért ezt most nekem így meg kellett tanulnom. De ami nagyon megható volt, hogy elöntöttek azok az emlékek, ahogy ezt a filmet készítettem a kollégáimmal, és ez egy ilyen low budget film, tehát nagyon romantikus volt, hogy finoman fejezzem ki magam, és ezek az emlékek előjöttek, és ez nagyon-nagyon nagy kontraszt volt az, hogy milyen volt ezekben a házakban állni ezekkel a romákkal, és csinálni ezt a filmet, és milyen volt most itt állni a vörös szőnyegem. Ez egy hát elég extrém helyzet mind a kettő. Magyarországon van egy tanyagondok szolgálat, és az ő segítségük nélkül nagyon nehéz lett volna megtalálni ezeket a helyszíneket, és ők tényleg mindig a rendelkezésünkre álltak, és hát fantasztikus emberek dolgoznak romákkal Magyarországon. Bódis Kriszta például, aki teljesen ilyen altruista módon önzetlenül ezzel foglalkozik évek óta, nem nagyon kap támogatást. Ő is nagyon sokat segített a tanácsaival. Iványi Gábor a lelkészszel is sokat beszélgettünk. Derdák Tibor volt az első, akit megkerestem, és ő is nagyon pozitívan fogadta. Szóval úgy néz ki, hogy az az értelmiség, aki fontosnak tartja a romákkal való foglalkozást, és aki tényleg minőségi, hiteles emberek, ők a kezdetektől fogva mellé álltak ennek a filmnek. És hát ezt én most nagyon nem felejtem el. Na, mikor lesz a magyarországi premier hivatalosan? Most azt tervezik a producerek, hogy március végén, tehát hogy még április előtt valahogy értelme lenne csinálni egy bemutatón. Nekem még vissza kell jönnöm Németországba, mert a hang még nem kész. Ezt be kell fejeznem, és akkor hát igazából akkor fog eldőlni, hogy folytathatjuk. Jó, a magyar kormánynak ez a közleménye. Ez most ott téma még mindig így a ezüstmedve díj megnyerése után? Ezzel foglalkoznak? Most már lecsendesedett. Uh-huh. Lecsendesedett azért ez, és most már kicsit a filmről is lehet beszélni, és ez nagyon jó. Én csak ezt tudom elmondani, ez egy nagyon elhibázott PR akció volt, és én nagyon remélem, hogy azok az emberek, akik ezt részt vettek, hogy ez így történjen, meg ők elgondolkodnak azon, hogy mit lehetne másképp csinálni, mert ez tényleg szomorú volt, hogy ezzel kell foglalkozni. Hát a családom, ők visszamennek, most nem sokára indulnak a repülőtérre. Én még itt fogok maradni, mert a békedíjat azt még most át fogom venni itt Berlinben ma, és akkor vagy késő este, vagy holnap reggel megyek vissza.